Üdvözlök mindenkit egy újabb F1 videóban, aki itt van velem, Misu és Dani. Sziasztok! Sziasztok! Stockholmat kívánok, újdonságokkal jelentkezünk Brands Hatchből, ugyanis F1 Classic. Jó, úgyhogy ez az első ilyen klasszik futamunk, amit föl is veszünk. Hát kicsit fura még ugye, mert azért teljesen más az itt, itt ugye az irányítású minden, de nem, tetszik, és ez a pálya is elég jól néz ki. Tomó is én valószínűleg belső nézetből fogunk menni. Nem, külső. Nem annyira látom be a kanyarokat. Aha. De azért én belsőbe fogunk menni, és hát elég állat. Volt már róla nekem videóm single playerbe belső nézetből. Az a baj, hogy itt a különbségek annyira nem lesznek kiszolva, mint az. Hát Dani durván egy nem tudom hány kört fog ránk verni. Legalább 4-et. Ja. Az előző mondom, Dani, lükverdbe menj. Jó, úgy, hogy... 19 körös amúgy a futam. Jó. Hárman vagyunk gyerekek, többi az ilyen AI. Raktuk el. Van egy legendünk Dani miatt. Ja. Na, de várj, hogy kell indítani amúgy? Mert... Jó, tényleg. Hol kell indítani? Itt az autónál ott van, az utolsó ikon. Hogy kell rámenni. És... Ja, megvan. Nyom, na, valaki? Rányom, nem? 8. helyről indulok, mi sütte benne. Hát elvileg a legjobb autóval menjünk, hogy ezzel a Williams-szel, ezzel az FV207B. Ja. Nagyon nekik, az... ezen a pályán még igazából, ha mondjuk első már mentünk klasszikba. Nem, de jó lesz ez neked. Na hát lehet, hogy kicsit ilyen fun rész lesz ez, mert tudom én, de hát reméljük, hogy jó lesz a verseny, és ti is jó szórakoztok majd. Úgyhogy ez igen, tuti fun lesz. Igen, 9-en megyünk. Indiai futam után ki kell élni a... Főkét nekem. Én diszkvalifikáltam. Tényleg Tomó, szabályokon állítottál? Nem én vagyok ott, és üdvűsre állítottam. Na jó. Ha a Berger volt a legend, akkor mindjárt elszigyenkedem. Az a durva, hogy a harmadik vagyok a 8. helyről. Meg a harmadikra első meghívás. De ez volt, hogy komolyan a Forma 1, ezek a hangok. Igen. A vonítás. Meg a kézi váltó még régen. Igen, én most Ferrarival megyek. Ami elméletben a legrosszabb autó, Codemaster szerint. Tényleg rosszabb volt a baj, mint az előző Williams-en. De a hangja nagyon jó. Valaki izomból belém jött. Ó, Mansell! Látta. Jó a Mansell, oké. Hát a top hátja szakad el, Tom. Én már megtöktem. De Mansell az mit csináltam úgy? Itt valami baj van. Amúgy tényleg itt is nagyon hülyék az aljék amúgy. Fucker! Hallod, ez a felre füvettem. Tudom, hogy nem jó dolog, de hát megtettem. Basszus Prit, de szépen följöttem. Hányadik le vagy? Utolsó. De már... Kipörgetett a Mansell, belém jött, ja. A srácok, én belső nézőből megyek ezzel a Ferrari-vel, el kell mondjam, nagyon-nagyon király. És utol fogom őket érni. Remélem. Valami baj van, Misu a harmadik. Ilyen nem lehet. Hé! Ja, addig szólsz rá, hogy mindjárt kicsúszok vagy valami. Nem, én fogok kicsúszni, mert gondos vagyok. Azt a fiam mindig elrontom. És ne előz! Anyádat. Nagyon fura gyerekek, annyira fura itt az irányítás, hogy hihetetlen. Tényleg kibörgettem a motort. Nem tudom, én óvatosan nyomolgatom arra azt. Ja, bázsoltik. Ó, csúszuk a seggyet. Tomó, te még mindig úgy csobb vagy? Ó, de jövök ma.
25%, 19, simán utolérem őket. Nyomják elég így a belüket. Keep pushing, ezt mondta Dani. Keep pushing, ez David Tyler. De ne! Füvet nyírok ezen a pályán, komolyan mondom. Ezt a haladik helyet! Ne! Elkaptam kicsit el. Legendaira is 10 másodperc előnye van. Nyújt körben. Már meg kicsit kávézni. Na menszel. Menj innen! Istenem, jó, hogy bekapcsoltam, mert megint nekem is. De mi az, hogy barni? Jó, valakik egy neon kipördültek. Nagyon erőszakos. Neki nem? Hohohoho! Mi van itt? De hogy elhúzott a legrendbe Danival együtt? Ja. Szerintem Dani lassan leköröz minket. Ugyanúgy hatodik. Hát ez lök engem ez a csávó, Mekinen! Már ötödik vagy? Ki kell állni ugyanúgy, de viszont itt körülbelül a nyolcadik körben. Nekem annyira még nem kapottak a gumiaim pedig. A klasszik alá. Ajajajajajaj, ez elég durva füvezés lesz. Misuma, jót fogok itt csatázni. Á, ne viszont. Bocs, majd mentem, csak az volt. Nagyon durván. Mindenki a seggelt akar. Pongul egy személytékben. Nézd meg! Azt hittem, hogy egy konyarba tök lehagyom az ajt, mások, mások meg egyből ott van a seggedbe, komolyan mondom. Hallod, ez nem a versenyzőmet. A gyors kanyarokba váltok, és is fél kézzel fordítja a kormány. Azt a tomolat, hogy külsőn? Felsőn. Belső vagy külsőn? A... Ez a baj, én félre lehet neki nyomni. Hát a gyerek. Hóba légyött valaki! Nem mondta, mit mondta Misu? Fél nyom. Úristen, lakból az AI, gyerekek, mi van itt? Mi van itt? Ezt nem bírtam vezetni az autót úgy rögtön, az kicsit bele kimentem a falnak. Hú, ez jó volt. Hát ilyen... Te vagy ezekben a formegyes videóban a pervez megjegyzés. Tudod? Ne, ki nem! Jaj, igen! Nem, mit csinálj!
nyomja neki, lágyadom. Hát, ja, látom. Nem fél a momától. Mikor kell kimenni? Kezd varnulni a gumit. Hát nekem ebben a körbe írja. Jó, de te már biztos a 9, a 8. körbe jársz. Igen. Na, hát elrönte. Tomó, te mikor mész ki? Akkor. 8. Jaja. Most megyek a boxba. De fura ez egy klasszik gyereket, nagyon fura. De jó, tetszik, na, tetszik. Főleg ezek a hangok. És itt mindig a seggét viszi. Hallod? És itt még a boss kiállás lassabb. Hallod, mindenki beledünk a tűz állóba és 6 másodpercen szépen nyugdíjba sütmerélték. Lol. Nagyon király. Hú, Misu, de az, ahol kicsit laggolsz. Azt a mindenit, gyerekek. Nem tettek róla, hogy a játék nem szereti a netemet. Basszus, milyen lagó! Hú, de szétem ötöm. Ó, anyád, átlagolt rajta a Malkinen. Nem a Malkinen, de az volt. Most mondta, hogy menjek ki. Akkoriban még nem volt jó neki. Ne együtt jöttünk, Misu! Ne, gyorsan! Prime-ot kell föltenni? Úgy automatikusan viselni, igen. Ó, Misu, most egymást hátráltatjuk! Basszus! Egyszerre kijött a takarodjává! Figyeld! Figyeld! Engedjetek már be! Ó, és elment mindenki! Jó, oké, oké. Most az a baj, hogy egyszer jöttünk ki. Meg kell tudom beszélni, hogy ki mikor jön ki. Misu, ezt te voltál? Ottodik. Misu, most köröztem le. Úristen, Dani. Szóval is tehetek Dani-nek. De most miért nem tartanak kettő felelőre? Jaja, hát megcsinálhatnák, hogy ne tartsuk föl egymást. Nem bújjal valójában, hogy van ez? Ő így van, ezzel? Így van. Ő egyszerű kiség, aztán a másik addig megállott hátul. Hogy általában való életbe a váltás, ha már valaki mögött 4 másodperccel van valaki, akkor azt már megfüggött tenni lesz, és még nélkül. Igen. Ezzel mit csinálsz? Búj, de meglugtelek! Kicsára. Pihányja, anya baj, laggolsz nálam. Ne hagyottam ezzel minket a francba. Jó. Na jó ez. Milyen volt a boss kiállása, hogy jó volt, nem? Ja, nagyon jó volt. De nem úgy értem, hanem, hogy különöken tűzálló ruha nélkül beállnak a smazán lecserén. Jó, hát persze. Ez eddig. Bocsátom, ezek. Jó, hát figyú, nem, ez így van a 13-ban is, azért csak azt hittem, hogy te nem jössz be. Láttam én is, mindegy, hát figyú, most nem nagy izé. De még vagy. Miért nem, milyenkor be kéne állni a másik csapatnak a... LOL Csávó Jeli, de csináljátok meg azt. Mi is, hogy inkább nyomjad neki. Button 2010 Kínára nem emlékeztek? Kína? Igen, Button 2010 beállt a Red Bull boxába. Jövős a Hamilton. 2000 amikor átmentem Mercihez. Az sem volt gyenge. Hát tovább küldtem, mutatták, hogy tovább, hát ez... De utána hogy rögött rajta a kommentátorok, Szujó, Szumó Zoltán. Hát ezt ugye, az volt, hogy Button Fettel csapázott, és Button Fettel előtt volt, Button beállt a Red Bullhoz, és várta, hogy cseréljék le a kereket. Cseréljétek már, tudod ezt meg, bocsi, de... Nem így dolgozom. Fettel beállt Button mögé,
És ott vártam, hogy menjen el a McLaren a Red Bull boxból. És utána Button nézve kapott, elment, és ügyelőzte meg Fester Button. Hogy ott hamar kicserélte, és Button is már gáz volt, aztán... Volt. Tudod, ilyenkor azt mondanám, hogy én lennék a szerelő, kilök a gép, azt nem hiszem el, Häkkinen. Ó, várjál, engem nem az lepőd, de engem van szel. Istenem. Nakamura. Ott már előttem az a... Hogy hívják? Nakayama. Nakajima. Fujitsu. Gyerekek. Ja, úgy kilöklek. Istenem, jój! Az a baj, én ezt már nem fogom utolérni, az ötödiket. Baromira nyomják. Megdőződésre a folytatja. Jaj. Rossz, aki rosszra gondol, de hülye, aki nem. Ne tudod, Häkkinen is nyomja. De gondolhatod te? Ahogy a mérnek mondanám, mit tudom én neked? Ez díjás puszín verik. Díjás puszín a lot. Bár ki, Häkkinen. Elfelejtek váltani is! Úristen! Köszönöm! Itt felettek! Annyira vagy taszintatlan, még kezdve buzi a közjövőben! Nem igaz, mindig levágóztuk, hogy az! Amit nem van látva! Hát, ki hogy akarja ezt a kizárni? Nisú húzza, ne vágjon. Hát, ezt nem érem utol már ezt a... Ötödik csához. Én meg Häkkinen ne... Tehát tudom, nem igaz kicsitok. És már... Úgy csó is jobb is. Pedig nyomom neked, amikor nem. Jó, jaj, Bicsú! Jó, Istenem! Jó, 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 persze, persze, persze! Nézd meg, Tomó, el kéne mindjárt utól lépéget. Engem nem fog, úgy kilököm. Menjél innen! Nem nyomjad. Ja, két pushing. Tudod, ha benyomtad. De végre bevettem. Kép, hogy végre, én... végre bevettem normálisan ezt a kanyart. Bevetted? Ja. Istenem. Már csak hogyha már ilyen szavakat használok, akkor én is hagyj éljek ilyennel. Na ez jó köröm lesz. Bevetted, Tövi. Pihentik el egy gyorsabb keresztem. 1-0-6. Nekem is. De mindjárt meg kell még gyorsabbat szedni, hogy gyorsabbat. Igaz?
De Demon Hill az tényleg egy hegy volt. Mi? Ez a gyengé volt az előbb köröm? Nem áll. Hát ugye ez tök jó kör volt. Ne, most csúsztam kicsinben. Azt a mindenit. És a gép is lekerülött. Van első nagyon csúszik, úgy kopik. És jó. Most tudok munkáztani. És jaj, gyerekek. Megkomodok. Azt a mindenit. Hú. Hát figyel, Dani mindjárt lekörözi a másodikat is a gépet. Vágok. De tényleg Bergernek fogom megadni a felét a legendás anyinak. 18 korona. Azt a vidős. Ucsó vagyok. Mindegy. Ez egy ilyen őrültödös gyilkos. Tomó, bevette én? Benyomtam. Nem, Misu az nyomja neki, meg addig húzzam, eddig lehet. Eddig. Hallod, milyen király lenne, már nem kezdhetnél, hogy Berger az utolsó köré. Mármint? Most elengedtem. Az az egyszerre elő is megkövesel. A másodikat megkövesztem. Szép. Dani nem ma kezdte az ipart. És hallod, megkövesztem a srácot, és mondja, hogy nagy különbség van a mögöttünk lévőhez. Most ugye 19. körre elmondta, hogy nem kell aggódnunk. Ezzel most már indultatott. Na végre most már ismerem a pályát, meg a... hogy hol mennyit kell fékezni minden, a végre. Mennyit mentél? Mindjárt mondom. Egy 0-5-7. Most kezdtem meg is menni a pályát. Akkor kettőkre rá kevesebbet fogtok menni? Amint amúgy csak egyel, mi sok kettővel. Nem, már kiír, hogy vége. Érek be. Igen, ezért mi sok kettővel, te egyel. Mész kevesebbet. Jó, ott az ötödik mindjárt, aztán nem érem utol. Nézd, ez szomó. Hatalmas verseny volt, de amúgy most ismerem meg csak a pályádban. Miért Gamezone 0-5? Nem létező éveket használ. Aha, igen, ez szokásom. És bekapja! És beveszi! Szóval, csak úgy bonyít a motorval. És előtte van egy sárga autó. Basszus, még egy két kör! Ez kör is elég lenne, Tomi. Amennyit elvettem. De jó volt. Hú, szép volt. Istenem, ezt a valószínűleg, de jó volt. Nagyon tetszik ezek tényleg, ez a klasszik mód, úgyhogy elképzelhető, most kacok, hogy lesz még abból így gameplay. Ezt a pályát igazából most szokta meg, ezen még soha nem, hát jobb, mondjuk útkor mentünk rajta, mennyit? 5 kört. De most már, most mondom azt, hogy most már érzem meg, hogy most már tudnék rajta jó időket most menni. Most már érzi. Ráéreztem a lényegére, így bizony. Hú, gyerekek, pedig hogyha nem lök mindegy... Csak úgy kilőttünk a rajnál. Jajajajaj! Nem baj, jó volt. Hát a legközelebb mondjuk egy olyan pályán, amit már ismerünk, azért ott azért már ugye könnyebb lesz így menni. Hát bizony. Na jó van, gyerekek. Ja, itt nincsen ilyen átvezető, nem? De van. Na, akkor nézzük már azt meg. Hát igen, hát azért... Felháborodás ne keltsük. Mi nem volt? Hát... Ennyi... Itt nincsen. Na, gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet! Ez lett volna a klasszik módnak így igazából az első része. Hamarosan szerintem veszünk még majd ilyen klasszikot. Köszönöm Dajanak és Misunak, hogy itt volt. Nézzétek meg ezt a videót náluk is! Sziasztok! Pusz! Sziasztok!